December 18. Ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Most, amíg Krisztus könyörög értünk, s mennyei atyánk elfogadja az engesztelő áldozatot, kérjünk és megkapjuk Istentől, amire szükségünk van. Mindenki vallja be bűneit, hogy kegyelmet kaphasson, és a neve mellé beírhassák, megbocsátást nyert. Amikor Isten ígéreteivel felfegyverkezve Jézus Krisztus nevében fordulsz az Atyához, akkor a hit szemével látod a mindenható közben járót, amint kezében az aranyfüstölővel az oltárnál áll. Milyen reménység tölti be akkor szegény, elcsüggett szívedet? Mennyire szégyenkezel, mennyire furdal majd a lelki ismeret. Jézus a védőügyvédet, s ha te magad is hiszel, ha lelked alázatával bevallod bűneidet, még akkor sem lennél bizonyos, hogy megnyerted a pert. Nem érzed lelkedben a bizonyítékot, hogy Jézus kész mindent megtenni érted, és a keresztlábánál biztonságban vagy? Ha imáid őszinték, még ha erőtlenek is, ha hittel fordulsz megváltódhoz, bizonyos lehetsz benne. Jézus él, hogy közben járjon érted. A kitartó, őszinte kereső egészen bizonyosan találni is fog, mert amint hitáltal közelítesz a kegyelem trónjához, Krisztus már is védelmébe vesz. Ügyedet a magáénak érzi, s ő áll helyetted, mint kezesed az Atya előtt. Amikor teljes szívvel keresed az Urat, csendességben és reménységben erősséged lesz. Ellen G. White, Kiben bízhatunk, második kötet, 451. oldal.